nem sikerült, és hát gondolom, hogy borzasztó fájó egy ilyen utolsó pillanatban bekapott gól. Ez sok minden fájó. 1-0-án úgy gondolom, hogy más labdánk volt, ott az egy 100%-os ígyszer volt. Nem tudok ezért maragudni, sőt, boldog vagyok, hogy fölvállaltunk sok mindent. Rengeteg kontroll lehetőségünk volt, rengeteg, és nem tudtunk vele igazán élni megint. Sajnos ez egy visszatérő hibánk. A Győr nagyon nyomott, nagyon jött. Nyilvánvaló volt, hogy esetleg valamiből be fognak tudni találni. Ez meg is történt. Csak gratulálni tudok nekik, hiszen olyat vállaltak fel, aminek akár fordítva is elsületett volna az eredménye. Ilyen a foci. Úgyhogy én azt gondolom, aki látta, az jól szórakozott, nem tudok többet mondani. A 80. perc környékén feltettél egy költői kérdés, hogy na mi van, nem akarunk nyerni, mint hogyha akkor egy picit passzívnak érezted volna a csapatodat, picit talán ez megbosszulta magát? Nem tudom, le lehetett olvasni a számról? nem. Hát én csak az, amikor van egy olyan szabadrugás szituáció, hogy mindenki háttal áll, és ott gyorsan el lehet végezni, és meg lehetne úszni előrefelé. Nyilván lehet, hogy volt egy ilyen érzésem, most túlzottan játszunk arra, hogy most már akkor, ha már nem tudjuk növelni a góljaink számát, akkor biztonságban legyünk a végén. De mondom még egyszer, nem tudok haragudni senkire. Jó meccs volt. Ez most így sikerül. Köszönöm szépen az értékelést, és sok sikert kívánok a további munkához. Horváth Ferenccel folytatjuk az értékelést. Persze a két jó barát azért előtte összeülelkezik. Hát gratulálok a győzelemhez. Kőkeményen meg kellett dolgozni érte. Igen, azt gondolom, hogy nagyon jól játszottunk végig. Uraltuk a meccset, nem lett volna igazságos, hogyha ez így marad. Ennél kicsit nehéz összeszedni a gondolatomat, mert az öröm is összekuszálja néha, nem csak a bánat. Örülök neki, hogy volt helyzetünk a 83-ban, a 89-ben, és még akkor is mentek a srácok, hittek a győzelembe. Ez azért arról tesz tanúbizonyságot, hogy morális erő is van a Győrbe, ami nagyon fontos dolog a csapatnál. Amikor ez a rengeteg helyzet kimaradt, akkor mi fordul meg az edző fejében, hogy te jó ég, akkor a futball megbosszulja magát, és ebből nem lesz győzelem? Vagy ez semmiképp sem? Hát válaszolhatnám azt, hogy tudtam, hogy vártunk az utolsó pillanatig, ennél tovább nem tudtunk várni a győztes góllal, de nagyon rossz érzés volt, mert láttam, hogy mennyi munka van benne, hogy eljutunk a kapuig, és ott voltak mindig a kisebb gigszerek, de nagyon örülök, hogy az utolsó percben sikerült így megnyernünk a mérkőzést. Annak is örülök, hogy így végül is, mert mondom, ez erőt adhatott folytatáshoz is.